Jól haladunk a felkészülésre, én úgy gondolom, ebbe a két hétben megcsináltuk mindent, amit a tavaszi szezonra véghez kell vinnünk. Úgy gondolom, ezen a héten még lesznek egy kis simítások két edzőmeccsel, és aztán kezdődik a bajnokság, amit már az egész csapat úgy gondolom, hogy nagyon vár. Két új kapustársat kaptál magad mellé. Milyen volt a kapusok által elvégzett munka szerinted az edzőtáborban? Hát Szandróval már végeztünk egy nyári felkészülés, de jelezte nekünk, hogy a téli az úgy gondolja, hogy ez egy nehezebb felkészülés lesz a kapusok számára. Ismertem már a kapusokat, mert a Balu már edzett felünk a felnőtt csapatnál, egy nagyon tehetséges kapusnak tartom, aki előtt nagyon nagy jövőt jósolok. Remélem, hogy be is igazolódik, de nagyon sokat kell még tennie ennek érdekébe. Pályót pedig csak névről ismertem, ő a Videóton csapatától érkezett, de nagyon kellemes benyomást keltett bennem. Teljesen beszéli a magyar nyelvet, és egy nagyon őszinte, korrekt gyereknek tartom. Én továbbra is teszem becsülette a dolgomat, egy kis szorgos hangja, és szeretnék tényleg olyan tavasz produkálni, hogy a csapatot és saját magammal is meg legyek elégedve. Nem csak nekem a magas az elvárásom, hanem az egész csapatnak és a szakmai stábnak, de úgy értve az egész Puskás családnak. Én úgy gondolom, egy olyan helyzetbe kerültünk itt a tél folyamán, ami tényleg nem hízelgő ránk nézve, de én úgy gondolom, hogy egy jó fél évvel ott tudunk maradni az első osztályban, sőt, ott is fogunk maradni az első osztályban, mert ezek a célok.